Hagyományteremtés, egyben tisztelgés komoly hagyományok előtt. Mindkettő célja volt a MÁV előre hétvégi kispályás foci tornájának. Ahogy megnyitó beszédében Mészáros Attila alpolgármester hangsúlyozta, a Székesfehérvár legnagyobb múlttal rendelkező sportegyesülete az elmúlt időszakban komoly szintet lépett, és visszaadhatja régi fényét ennek a közösségnek. A labdarúgó élet mindig fontos és jelentős volt a MÁV előrében, ennek felélesztése is cél a továbbiakban. Áprilisban történt egy elnökváltás az egyesületünknél, és egy menedzsmentváltás, és egy új szemlélet, egy új lendületet próbálunk belevinni az egyesületbe, és ezzel a tornával szerettük volna ezt a lendületváltást, ezt a kezdést egy picit úgymond demonstrálni. Az elmúlt évek egy öregfű csapatunk volt, és nem voltunk sehol, de mégis azt gondoltuk, hogy, és még most is gyerekcipőben jár a futballunk, de újra gondoljuk, és komoly terveink vannak az irányba, hogy esetleg újraindítsuk a futballt. A tornán 10 öregfiú korosztályba tartozó csapat vett részt két csoportba osztva, a csoportmeccsek után elődöntők, majd döntő következett. Kora délelőttől délutánig zajlottak a meccsek a Phoenix csarnokban, a hangsúly tehát ezúttal a sok szakosztályos egyesületben működő sportágak közül a focin volt, nem véletlenül. Mindig is volt labdarúgó szakosztálya, és mindig is képviseltette magát a nemzeti bajnokságban valamilyen szinten. Ez most nincs így. A lángot, hogy úgy mondjam, őrizzük, de inkább ez egy egyhaláng, öreg fiúk csapatunk van, tehát legalább van valamilyen csapat, ami a MÁV előre mezét magára ölti és futballozik, de ez a következő olyan nagy projekt, amivel szeretnénk foglalkozni, és valamilyen módon a MÁV előre labdarúgását egy picit újraéleszteni. A tornát a Master Plus csapata nyerte, ami kétszeresen is jelképes lehet, egyrészt mert a cég az egyesület támogatója is, másrészt a kispályás labdarúgás mindig is fontos volt számukra. Az a céges kultúra, azt gondolom, az a vállalati hangulat, ami nálunk van, az tovább emeli egy ilyen, amikor fiatalok, kicsit idősebbek, tapasztaltabbak együtt küzdhetnek, együtt versenyezhetnek, hogy mi igyekszünk élni minden olyan sport lehetőséggel, és ez ma egy fantasztikus kis torna volt. A Master Plus mögött az ST Solar végzett a második helyen, a képzeletbeli dobogóra még a két harmadik helyezett, az Emerson és a házigazda MÁV előre állhatott fel a tornán.